Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy channeling a Bibliából. Röviden elmondanám újra, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg. Annak idején én nagyon szomorú voltam. A Biblia adott erőt, a hitem és a jó Isten. Persze a hitem megmaradt. És annak idején valahogy kerestem a kapcsolatot az égi hatalommal, és fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam, hogy a nyaklánc kimozdul. Ez úgy volt, mint egy ingánál, és észrevettem, hogy amikor kimozdul a nyaklánc, kapok bizonyos szavakat, mondatokat, és ezen kívül voltak bizonyos gondolatok, ami nem tőlem jött, hanem minthogyha ezeket a gondolatokat is megkaptam volna felülről. Azóta kommunikálok a Bibliával, ezt mutatom nektek, természetesen megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes üzenetet a Bibliából. És ennek a díja, mint egy ilyen energiai egyensúly, 4000 forint. Én nem befolyásolom ezt, nem is tudom, hanem azt közlöm, amit a Biblia közöl, és én is kíváncsi vagyok a mostani üzenetre. Van nálad egy terv, és ezt a tervet szeretnéd megvalósítani. Higgy ebben, hiszen ez megvalósítható, és te hamarosan cselekedni fogsz. Van egy személy a környezetedben, aki vár egy hírre, vagy kérdezett tőled valamit, és arra vár, hogy add meg a választ. Voltak gondok, problémák a múltban, sőt, valaki kihasznált téged a családban, volt veszteség is. Zárd le ezeket az emlékeket vagy gondolatokat, és bízz abban, hogy a jó Isten segít neked. Hiszen mi vezetünk téged az élet utadon. Legyen meg ez a hited. Van valami, ami zavar téged, ki akarod mondani a véleményedet, de ne önts olajat a tűzre, mert az nem tenne jót számodra. Légy inkább visszahúzódó és csendes. Van valaki, aki szeretne veled tisztázni valamit, de nem kell magyarázkodnod. Menj a saját utadon, és tedd azt, amit te tervezel.
Az ország anyagi helyzete megváltozik, ez javulni fog. Hamarosan lesz egy nagy meglepetés, mert te véletlenül találkozol valakivel, és ez a találkozás, ez a beszélgetés fontos lesz számodra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!